Létezik olyan feladatkönyv kisiskolások számára, amit örömmel forgatnak akár az iskolaidőn túl is? Olyan, amelyik játékos formában folyamatosan fenntartva figyelmet ismerteti meg és segíti a gyerekeket abban, hogy szebben olvassanak, helyesebben írjanak és jobb szövegértéssel rendelkezzenek? A jó hír, hogy van. Mégpedig gazdagon illusztrálva, tele szebbnél szebb képekkel és hasznos feladványokkal. Busáné Jordán Judit az okosító szótagoló sorozattal indította útjára a már a könyvcsaláddá bővült feladatgyűjteményét. A közelmúltban megjelent újabb kötetei kapcsán beszélgettünk a pedagógussal. Kipattant a fejemből egy újabb ötlet, a Mesecsipetke című könyvemnek az ötlete, amiben tulajdonképpen folytattam azt, amit az okosító zöld könyvben elkezdtem, tehát kis buborékos szerkesztés, de itt a feladványokat azt már összekapcsoltam nyelvtani ismeretekkel. Tehát mindaz, amit nyelvtanórán tanul a gyerkőc, azt ebben a könyvben alkalmazni tudja. Amiben érdekes, hogy az arányokat megváltoztattam, pici szövegek vannak, sok feladattal, rengeteg olyan feladat van, ami arra ösztönzi a gyerekeket, hogy újraolvassanak, visszaolvassanak. Itt még a kérdésekhez is feladat kapcsolódik, mert például a kérdések után lehetséges egy olyan feladat is, hogy hányadik sorban olvastad azt a bizonyos szót, tehát újra el kell neki olvasni a kérdést, hogy meg tudja mondani, és egyszerűen egy számmal válaszol, hogy az ötödik vagy a negyedikben. A feladatok megoldásával a gyerekek sokkal magasabb szinten lesznek képesek a szövegértésre, és a meséknek mélyebb rétegeit tudják értelmezni. Lehetséges olyan is, hogy szókapcsolatokat gyakorol a mese elolvasása kezdetén, ezek különböző színűek, és ő a válaszokat ezekkel a színekkel fogja beszínezni, tehát színezéssel ad választ. Sokféle kombináció van benne, használja a nyelvtani tudását, a magánhangzók, mással hangzók, hosszú egyjegyű, hosszú kétjegyű, a betűrendtől kezdve nagyon sok mindent, és rengeteg rejtvény van benne, nagyon sok szinonimával ismerkedik meg, építi, hogy harmadik osztályban a fogalmazást alapozza. Nagyon színes, nagyon rejtvényes, és a gyerekek nagyon szeretnek ebben dolgozni. A könyvek felépítése, a feladatok sokszínűsége szinte észrevétlen módon fejleszti a gyerekek képességeit, így játszva sajátíthatnak el olyan alapvető dolgokat, mint a helyesírás, az olvasás, illetve a szövegértés. A Mesecsipetke megalkotását újabb könyv követte. És megint csak érkezett felém egy ilyen hívás arra, hogy hát folytassam én ezt tovább, és hogy magasabb szinten is, magasabb évfolyamoknak is legyen ehhez hasonló, a Mesecsipetkéhez hasonló. És akkor már ez így egy ideje így benne járt a fejemben, hogy tényleg de jó lenne ezt folytatni, meg akik már eddig velem tartottak, akkor nekik ezt meg kell állni azzal, hogy akkor menjünk tovább végig az alsó tagozat végéig, és egyszer csak megtaláltam az igazi könyvet, amiről beleszerettem. Ebben a könyvben szereplő mesék adták az alapját az újabb rejtvényekkel teli feladatgyűjteménynek. A komplexitás megjelenik a mesefalatkában is, ugyanúgy, mint a Mesecsipetkében. Ebben minden olyan nyelvtanórán megtanultat használni fog a gyerkőc, ami az alsó évfolyamon ő megtanult. Függetlenül attól, hogy ezt melyik évfolyamon, mert lehet, hogy másodikba tanulta, vagy harmadikba, vagy negyedikbe, de itt a mesékhez kapcsolódó feladatokban egyszerre jönnek elő ezek az ismeretek. És hajlamosak vagyunk az iskolában arra, hogy most tanuljuk az igét, akkor ugye csak az igével foglalkozunk, és akkor ige mindenféle szempontból. És a többi ismeret, amit előtte tanultunk, az pedig úgy egy kicsit úgy ellaposodik. Ezek a feladatok azért újszerűek, mert sok ismeretet kell egyszerre használni, viszont nagyon-nagyon
fogósak benne a feladatok. És a feladatokat csak úgy tudja megoldani, hogyha minden a helyén van. A nyelvtan is a helyén van, a szövegértés is a helyén van, tehát teljes benne a komplexitás. A feladatok megoldásának a célja, hogy mire elérkezik az 5. osztályba a tanuló, addigra mindazt, amit elsajátított, képes legyen egyszerre cselekvő módon felhasználni. Judit azt is elmondta, hogy számára a legnagyobb elismerés, amikor pedagógus kollégák használják az ő könyveit saját diákjaik oktatására, hiszen ez egy jelzés arra, hogy amit ő a könyvcsaláddal alkotott, valóban jó és használható tudást ad a gyerekeknek.